Üdvözöllek! A különféle fájlok tárolása manapság nem túlságosan költséges, hiszen a merevlemezeket már úgy viszonylag olcsón meg tudjuk venni, viszont még mindig van létjogosultsága annak, hogy a különféle fájlok méretét valamilyen módon csökkenteni tudjuk. Hiszen elképzelhet, hogy például e-mailben kell elküldeni, vagy például egy weboldalon kell tárolni, és a tárhelyünk mérete azért az nem végtelen, vagy netán valamilyen lassabb interneten keresztül kell ezeket a fájlokat átküldeni, vagy például mobil interneten. Meg hát vannak még azért esetek, amikor előnyös, hogyha egy fájlnak minél kisebb a mérete. Természetesen a fájlok méretének csökkentésére vannak különféle konvertáló programok, meg egyéb megoldások. Ebben a videóban egy ilyen megoldást néznénk meg, ami ezt tulajdonképpen teljesen automatikusan elvégzi. Ez a program a File Optimizer névre hallgat. Ha rákeresünk, akkor itt van az első találat. Kattintsunk rá, és akkor, hogyha itt lejjebb megyünk az oldalon, akkor itt van, hogy Downloads. Kattintsunk erre le. És akkor itt a legfrissebb változatát kéne letölteni, ami ez lenne, a listában a legelső. Van ebből telepítős, megtelepítő nélküli változat is. Én most ezt fogom kiválasztani. File mentése. Rendben, le is töltődött, és akkor itt van nekem. Ezt ki kéne tömöríteni. Létrehozok egy olyan mappát, aminek az a neve, hogy File Optimizer. Oké, és akkor ide fogom kitömöríteni. Nyilván te választhatod a telepítős változatot, ha az számodra egyszerűbb, mint kitömöríteni. Rendben van, és akkor látható, hogy igazából ebből van 64 bites, meg 32 bites is. Ha nem tudod, hogy mi az a 32, meg 64 bit, akkor a videó tanfolyamon arra rákeresem, hogy 32 vagy, akkor itt van. 32 vagy 64 bit, mi az, mikor, melyik. Ezt akkor nézd meg, nekem a 64 bites kellene. És akkor igazából ez úgy működik, hogy erre a területre kell a fájlokat ráhúzni, vagy pedig ezt a gombot kellene használni, hogy fájlok hozzáadása. És akkor itt be kell tarlózni a fájlokat, de igazából én jobban szeretem azt a megoldást, hogyha valamilyen fájlkezelőből ráhúzom erre a részre a fájlokat. Ez célszerű úgy megoldani, hogy itt vannak nekem az eredeti fájlok. Azt nem mondtam, de igazából ezek a fájlok egy csomóféle típusúak lehetnek. Itt látható írja ezen a képen. Hát van itt mindenféle, mint az látható, például képek, PDF fájlok, vagy éppen XLS fájlok, ami az Excel saját fájlformátuma, illetve hát még egyéb fájlokat is támogat. Tehát igazából a mi dolgunk csak annyi, hogy megvannak azok a fájlok, amiket szeretnénk csökkenteni, a méretüket. Én ezt külön elteszem egy eredeti nevű mappába, és célszerű egy ilyen mappát létrehozni, amiben azok a fájlok lesznek, amelyeknek a méretét már csökkentettük. Tehát én létrehoztam egy optimalizált nevű mappát. Ebben a mappába át fogom másolni az eredeti fájlokat. Azért teszem ezt, mert ez a program ki fogja cserélni az eredeti fájlokat a méret csökkentett változatra. Tehát az eredeti fájlok azok tulajdonképpen eltűnnek, de igazából nem tűnnek el teljesen, mert a lomtárba fogja helyezni az eredeti fájlokat. De hogyha valamilyen okból nem tetszik a méret csökkentett változata valamelyik fájlnak, akkor azt azért könnyebb visszanyerni egy mappából, amiben ott vannak az eredeti fájlok. Tehát akkor én átmásoltam ide a fájlokat, látható, hogy itt vannak JPG fájlok, meg egy PDF is. Most akkor ezeket kijelölöm, a Shift nyomva tartása és kattintás mellett, vagy pedig a Ctrl A szerkesztés minden kijelölése. Ebben a fájlkezelőben legalábbis van ilyen opció. És akkor a Malegger gombot nyomva tartva, ezeket én áthúzom ide. Látható, meg is változik az egér kurzor, és akkor felengedem. Itt vannak a fájlok, és mielőtt elkezdenénk a méretcsökkentést, itt az Options-ben be lehet állítani az Optimization Level, hogy mennyire tömörítse a fájlokat. Ez az alapértelmezett érték, de látható, vannak itt enyebek is. A 9-es a legjobb, de azt tart a legtovább is. Hát ezt igazából ki lehet kísérletezni, hogy számodra melyik adja a legkisebb méretet, és azért ne is tartson túlságosan sokáig. Igazából a többi beállítás az meg úgy alapesetben jó tud lenni. És akkor oké, és akkor kattintsunk erre a gombra, ami által szépen elindul a fájlméretek csökkentése. Rendben, és hát látható, hogy végzett. Itt vannak az eredeti méretek,
itt pedig az új méretek. Látható, hogy mekkora lett a mérete az eredetihez képest. Nyilván változó, hogy mekkora tömörítést lehet elérni, ez a fájl típustól is függ. Dupla klikkel egyébként meg tudjuk nézni a fájlokat. Összességében ez 24 mega, ez pedig 27, hát 3 megabájtot sikerült spórolni. Nyilván ez most persze így nem túl sok, de a fájlok száma sem túl magas, tehát 7 fájlról van szó igazából. A legtöbbet a PDF esetén sikerült megspórolni, hát igen, azért ez látványosan kisebb lett. Majdnem 1,8 megabájtról lett lecsökkentve 1,1 megabájtra körülbelül. Ami azért nem rossz. Ezek után, hogy az eredetre nincsen szükség, akkor azt ki tudod törölni, ha elégedett vagy az optimalizált fájlok minőségével, illetve a méretével. Azt ugye megnéztük itt az Options-ben, lehet módosítani az optimalizáció szintjét. Akár a legnagyobbra is lehet állítani. Hát ez igazából így működik. A használat eléggé egyszerűen úgy gondolom, erre a gombra kattintva el tudjuk távolítani a fájlokat. Hogyha szeretnénk újakat hozzáadni, és ezeket nem szeretnénk még egyszer optimalizálni. Hát ez igazából ilyen módon működik. A használata úgy gondolom eléggé egyszerű.